Folytatódnak a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi napközi otthon építési munkálatai. Újabb 450 ezerért kapott a város a Fejlesztési Minisztériumtól, miután aláírták a finanszírozási szerződést. Jelenleg a belső falak vakolása zajlik. Nem sokára cserép is kerül az épületre, jövő héten pedig elkezdődhet az épület szigetelése. Eddig több mint 3 millió lejt költöttek a napközire, amelyben 8 csoport indulna 160 gyerekkel.